Első évben ugye nagyon sok múlik a kollégiumon, mert sok időt töltött az ember. És akkor nevelési célzatból meg persze nem volt annyi hely. A főiskolának volt a Rózsadombon egy kollégiuma, és akkor mi oda nem fértünk be elsősök, és hagyományosan másút kellett kezdeni az évet. És nekünk például a Robert Károly körúton volt a nagy lehetőség, laktunk a laktanyába hihetetlen rossz körülmények között, tehát 6-an 3 emeletes ágyon egy picike szobába nekünk kellett fűteni. Elvileg volt, aki befűtsön, ilyen munkaterápiás nők, ők ilyen félőrültek, ott reggel nézték az embert az ágyba, az is olyan ijesztő volt. És ugye hát a főiskolán az első évben nagyon nyomják ezeket a gyakorlati feladatokat, úgyhogy ilyen levágott ujjuk kezdjük be, nem volt annyi asztal, hogy odaférjünk, tehát hatal nem tudtunk odaülni, és ilyen tuskihúzós feladatok voltak, és törökülésbe rajztábla, és úgy kellett húzni a vonalat, mert hát nem az egy illúzió volt, hogy na majd bent az iskolába befejezzük, hát a reggel be kellett menni, az kész kellett annak lenni. És akkor már nem lehetett élvezni, hogy 10-kor nem kellett lekapcsolni a villanyt, mert azért ez a tábori körülmény, ez azért nagyon-nagyon kellemetlen volt, és akkor eltelt a fél év, és utána át lehetett költözni a Budaörsi kollégium, akkor készült el, és ott kaptunk szobát, hát az egy tiszta palotának tűnt nekünk. És iszonyú jól éreztük magunkat, ablak nyitva, mert fütötték orba szájba az egész légkört ott, mindent. És hát hárman laktunk egy szobába, iszonyú kényelmes volt, nagyon jól éreztük ott magunkat. Azzal együtt, hogy jó messze volt a főiskola. De szerettünk ott lakni, mert jobban voltunk, a csomó eltés volt, nagyon kevés művészeti főiskolás volt, de úgy mindenkivel jobban voltunk, és nagyon volt ott egy elég jó hangulat a kollégiumban. A főiskola az úgy első évben, hát érdekes volt, hogy csak 4-en vagyunk az osztályban, és hogy azért aztán többnyire el kell járni az órákra, mert nagyon feltűnő volt, ha valaki hiányzott a 4-ből. Polgárcsaba, ő volt a, tulajdonképpen mi voltunk az ő első osztálya, tehát addig gyárba dolgozott, és akkor hívták oda tanítani, úgyhogy mikor nyugdíjba küldték, akkor én elmentem a főiskolára, és nagyon meghatottan emlékezett vissza, hogy én vagyok az ő első tanítványa. Nem voltam a főiskolától se elragadtatva őszintén, szóval én mindent, nem sok mindent tanultam. Ez az igazság, hogy a hiányára is később jöttem rá, hogy mennyi mindent lehetett volna tanulni. Mert ugye az ember, hogyha magától olvas, mert én olvastam sokat, de nem szisztematikusan, tehát nem tudtam ezt úgy magamban olyan rendszerezettséggel olvasni, meg pláne nem céltudatosan. Tehát, mit tudom én, egy csomó módszertani dolgot, meg művészettel kapcsolatos dolgot nem ismertem egyáltalán. És akkor a főiskolán ez ugyanúgy nem változott. Tehát, hogy egy ilyen akadémista rendszerbe tanította. Tehát gyakorlatilag a főiskola akkor egy ilyen önképzőkörszerűként működött. Vannak hiányosságaim, amiket aztán később kellett magamtól, mikor én elkezdtem tanítani. Meg mikor már elvégeztem a főiskolát, akkor utána azért már kezdtem felfigyelni, hogy na mi van a szakmában, vagy hogyan. Igen. Úgyhogy a főiskola most valószínűleg sokkal több minden ilyen impulzust ad, mint régen.
70-en, 60-an, 70-en voltunk egy évfolyamon. Gyakorlatilag azért azok úgy nagyjából ismertük egymást, mert művészettörténetből, politikai gazdaságtanból, meg ilyesmikből ott közös órák voltak. De akkoriban még nem is volt, ez se tudatosodott az emberbe, hogy mennyire fontos lenne a kollégákkal jobba lenni. Tehát az, hogy az építészekkel vagy valaki. Tehát egész más személyes indokok vezérelték az embert, hogy na most akkor ezzel beszél, vagy nem beszél, mert szimpatikus volt. Holott itt azért lehetett volna tudatosan áthallgatni, átnézegetni másik szakra, mert aztán, mikor vége lett a főiskolának, kiderült, hogy erre bizony nagy szükség van. És nagy szerencse, hogy nekem azért akadt egy csomó olyan építész ismerős, aki érdeklődött az iránt, amit én aztán csináltam később. Nem volt kedvem nekem egy ilyen tervezőirodába kicsi rózsákat rajzolni, vagy amit mondanak. Mert pont ez a nyomószaka, ugye, ahova én jártam, ez itt viszonylag egyszerű eszközökkel otthon lehetett dolgozni, és akkor már ugye gyerekek is megvoltatok, sokkal kényelmesebb volt, hogy nem volt kényelmes, persze éjszaka dolgozni, meg minden, de mondjuk a ti szempontotokból jobb volt, hogy mindig otthon voltam, ha kellett, és közben azért ezt is csináltam, elég sok munkám, amit nem lehetett a boltba kapni. Tehát igenis, mindenütt, hogyha megnézzük, akkor 70-es, 80-as években mai napig ott álló, ilyen-olyan színvonalú, de nem olyan rossz színvonalú művészeti alkotások vannak ott a függönyöktől, a goblenen keresztül, a faberakásokig, az üvegablakokig. Nagy készültségekkel mentek ezek a kultúrházak például, ami manapság már ilyesmire nem adnak pénzt. Érdekes volt a diploma, ugye én a Simontornyai Vár összes létező textiljét csináltam diplomára. Csak ugye nekem a diploma az mindig egy ilyen érdekes, vagy hát nem érdekes, hanem rémes képként is maradt bennem, mert ugye a diploma előtt egy héttel meghalt az apám autóbalesetbe, és emiatt tulajdonképpen ugye én nem is vettem így részt a diplomán. Ez egy rossz kifejezés, mert ugye azt kellett csinálni, hogy az ember felkészült, egész évben készítette ehhez az anyagokat, a fényképet, a dokumentációt, a szöveget, minden. Úgyhogy így a diploma előtt egy héten, mikor a baleset bekövetkezett, én már úgy nagyjából kész voltam, tényleg csak egy-két fotózás volt hátra, és akkor ott a kollégák meg a osztálytársak segítettek, befejezték ezt az egy-két felvételt, elmentek Simontornyára, megcsinálták. Ez egy olyan sok hatás volt, ugye autóbalesetbe meghalni egy családfőnek, ugye, akinek semmi baja nem volt azelőtt, hogy ugye hazamentünk, és hát temetés, mit tudom én nem is tudtam feljönni. Tehát akkor ők ott kipakolták az én már készen lévő anyagomat, és akkor csak a védésre jöttem föl, és mondtam el, hogy mi van. Szóval az olyan nagyon, olyan, mintha nem is lett volna egy kicsit nekem olyan a diploma, olyan, hogy lebeg a levegőbe valahogy. A diploma után az ember iszonyú nagy erőkkel elkezd. Egyrészt akkor még úgy vártak is bennünket, tehát olyan kevesen végeztünk, és nem volt ugye, mint most van, nem is tudom, 160 művészeti iskola középszinten az országban, és van főiskola és több, ahol lehet végezni, és van ez a kétszintű képzés. Ez egyszerűen nem volt, tehát mi abban az évben 4-en végeztünk, és akkor aki elérte ezt a
4-5-ös színvonalat a diplomájával, azt felvették a művészeti alapba, ami már szintén ugye egy rangot jelentett, és akkor biennálé volt, mindenről értesítést kaptunk. Az emberbe volt egy nagy megmutatni akarási vágy, úgyhogy akkor mindenre adtunk be az összes ilyen, és nagyon sok kiállítás volt valahogy központilag szervezve. Az alapon keresztül is, fiataliparművészek szervezeteink keresztül, akkor Tolna megyeiek csináltak például a frissen végzetteknek tárlatot. Megkértek bennünket, hogy vegyünk részt a Nemzeti Galériában, a Történeti Múzeumban volt nagy kiállítás, amit megcsinálhattunk. Hát az is ma elképzelhetetlen lenne. Tehát ez egy ilyen nagyon sok munkával eltelő, nagyon pezsgő időszak volt a főiskola után. Az esküvő a diplom előtt 2 évvel volt. Meglepő módon. Igen, tehát nekem az életem nagy eseményei 72-ben. Nem tudom, egyszer csak így valamikor nagyon kora tavasszal télen kiderült, hogy a nővérem férhez megy, és akkor ott, hogy az apám még készülődnek. És akkor valahogy ugye mi már akkor 2 apapával 2 éve jártunk együtt, és valahogy azt gondoltam ugye, vagy gondoltuk, hogy akkor ez miért ne legyen meg egy füst alatt, ez a 2 lakodalom. Tudom, elfelejtettünk gyűrűt venni, még az, hogy eljegyzés. Tehát, hogy mikor ott kellett, kiderült, hogy kell menni a önkormányzat, akkor tanácsba, akkor mondom, hogy ja Istenem, nem lesz mit felhúzni, és akkor az apámnak, meg a nem tudom, valaki más még odaadta a gyűrűjét, és kész, ez volt a nagy készültség. Ugye a ruhám, amit én vettem a főiskolán, azt mondta az apám, hogy azt nem lehet felhúzni, mert átlátszik, ilyen botrány nincs. És akkor hát a ruha az nem készült, ugye rendes fénykép, egy darab fénykép. Nem volt egy rendes virágcsokrom, csak egy ilyen piacon kapott margarétás virágcsokor volt, passz végeztünk. Cecília persze ott volt a szüleivel, azok iszonyú jól érezték magukat, ott magyar nótázott egész éjjel a Berencsi. A mama meg egy büdös nyeket nem értett az egészbe, ugye, ahogy volt. Merősvéd, igen. És akkor volt egy bulgár fiú, azt nem is tudom, azzal, hogy jobban voltunk a kollégiumban, azt csak úgy meghívtam. A Margit volt ott, mert őt is, ővele is jobban voltam, őt is meghívtam. Ez van, és ez azért volt nagyon jó, mert én akkor már nagyon sokszor gyakorlatilag szinte itt laktam, ugyanebben a lakásban. Ugye papának volt ez a kicsi szobája. Itt a Hunyadin, igen, és a kollégiumban nagyon ritkán mentem haza, úgyhogy már olyan biztonságban voltak tőlem, hogy akikkel laktam együtt, volt, hogy bezárták az ajtót, és ha véletlenül hazamentem éjszaka, nem tudtam bemenni. Volt, hogy a vasalószobában az asztalon kellett aludnom. És ugye abban az időben ez nem volt egy nagyon követendő eljárás, úgyhogy ezt otthon nem is tudták az én szüleim, vagy valami. Így aztán nagyon jó volt, hogy ez itt törvényesítve lett, és nem kellett bujkálni meg minden. Így esett a nagy eset.